Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A mai előadás apropóját a közelmúltban megjelent két kötet adta. A zöld színű specifikusan a Bodrog köz honfoglalás és Kora-Árpád-kori település történetét mutatta be, míg a kék Borsó, Babaui és Zemplén megyék honfoglalás és Kora-Árpád-kori sírjait és temetőit. Az ezekhez végzett kutatások alapozták meg tulajdonképpen a mostani előadást is, melynek a témája a Bodrog köz honfoglalás és Kora-Árpád-kori temetőinek bemutatása, a temetők alapján megismerhető közösségek. Rögtön kérdezhetnék, hogy hogyan lehet temetők alapján település történetet vázolni. Erre a sírok speciális forrásadottságai adják meg a választ. Míg a telepekről előkerülő leletek döntő többségét kitevő kerámia sajnos nem keltezhető esetenként egy évszázadnál pontosabban, ugyanakkor nagyon fontos forrásbázist alkot az egykor élt emberek étkezési kultúrájára, a telepekről előkerülő állatcsontokkal együtt, a gazdálkodásukra, állattartásukra, ugyanakkor a sírok leletei lehetővé teszik teljesen feltárt temetők esetén a társadalom vagy az adott csoport szerkezetének rekonstruálását, különböző ékszer és viseleti rekonstrukciókat, fegyvereket, lószerszámokat, egyes tártípusok elterjedése, kereskedelmi kapcsolatokat, gazdasági kapcsolatokat, személyek mozgását is megvillanthatja számunkra, míg a temetkezési szokások elemzésén át bepillantást nyerhetünk hit és hiedelem világukban. Mint minden korszakban, a honfoglalás és Kora-Árpád korban is meghatározta természetesen a természetföldrajzi környezet a megtelepedést. A Bodrog köz egy ártéri szintű tökéletes síkság, mely potenciális erdőterület magasabb részein, erdős részekkel, mélyebb részein, vizenyős területekkel, ártéri legelőkkel. A Bodrog köz azért is egy hálás téma, mivel egy viszonylag zárt terület, ezt a zártságát, természetközeli állapotát egészen a 19. század végéig megőrizte. Ja, lent? Megvan, bocsánat. Tehát, hogyha erre a térképre pillantanak, akkor láthatják, hogy a kutatás álláspontja szerint a késő avarok települési területe, amit ez a piros szaggatott vonal jelez, nem érte el a Bodrog köz területét. Ugyanakkor a Bodrog köz nyilván az avarok befolyási övezetéhez tartozhatott. Ezen a területen, ezen a Felső-Tisza vidéki részen inkább szlávok jelenlétével számol a kutatás a magyar honfoglalást megelőzően. Ha az alsó térképre pillantanak, amin kék pöttyök jelölik a késő avarkori temetőket, sírokat, akkor látható, hogy a Hernád völgyében egészen sűrű település területtel számolhatunk, illetve a Tiszától délre is. Ugyanakkor a Bodrog közből néhány szórvány késő avarra lett ismert csupán, és hasonló a helyzet a Bodrog közzel délről szomszédos rétközi részeken is, annak is nyugati részeiről ismertek a késő avarokhoz köthető temetők. Ebben az időben a piros pöttyel jelzett szlávok hamvasztásos temetőit találjuk a Bodrog közben. Ezek rendkívül egyszerű leletanyagok révén sajnos nehezen keltezhetők a 8-11. Századon belül egy szláv hamvasztásos urnát láthatnak a jobb alsó sarokban. Ugyanakkor meg kell jegyezni, hogy vannak természetesen késő avarkori leletek az említett keleti területeken is, vagy ezeken a részeken, ilyen például a Mátészalkai és az Áhonyi szívék, de ezek szórvány voltuk miatt nagyon nehezen értelmezhetők a település történet szempontjából. Egy pillanatra tekintsünk ki még a Bodrog közelőtt a Kárpátoktól keletre. Az utóbbi évtizedek szerencsés nemzetközi kutatása nyomán, amiben a Pázmány Péter Katolikus Egyetem is nagyon nagy szerepet vállalt, egyre inkább kezd kirajzolódni a Dnyeper-Nyeszter vidékén egy úgynevezett szubboci horizont, melynek lelőhelyei rendkívüli hasonlóságot mutatnak a Kárpát-medencei honfoglaláskori leletekkel. Ez a horizont a 9. század középső harmadában, középső részén jelenik meg, és valamikor a 9. század utolsó évtizedeiben szűnik meg. Ha
a honfoglalás, honalapítás szempontjából a magyarok megjelenésének útvonalait tekintjük, akkor több ilyen útvonalat is feltételezett már a kutatás. Ugye a Verecke, Ojtozi szoros, illetve az Alduna vidéke, de ezek mellett akár több olyan útvonal is lehet, amit esetleg ma még nem ismerünk. Ha a vereckei hágóval számolunk, akkor valószínűleg a Bodrog köz az egyik legkorábban elért területek között lehetett. Ugyanakkor meg kell jegyezni azt is, hogy a Kárpát-medencében a források szerint a magyarság már a 860-as években jelen volt, tehát elképzelhető az is, hogy egyes részei, elsősorban katonai csoportokkal kell ilyenkor számolni, azok már nem vonultak vissza a keleti szállásra, hanem talán valahol a felső Tisza vidékén vészeltek át hosszabb, rövidebb időszakot. A Bodrog közben napjainkig mintegy 30 honfoglaláskori temetőt, sírt, szórványleletet ismerünk. A terület, a régió, a mikrorégió, a Kárpát-medence más területeivel összehasonlítva kiemelkedően gazdag honfoglaláskori leletekben, erre már 1898-ban Réti Pál rámutatott. Majd a karosi feltárások során nyomán Révész László foglalta össze a felső Tisza vidékről ismereteinket. Megállapításai szerint a 10. század középső részéig itt helyezkedett el a fejedelmi központ. A 10. századi temetőket vegyük most földrajzi elhelyezkedésük szerint. Induljunk északi irányból, úgy mint a Zemplén, Szinyér, Bodrogvécs, Kisdobra, Béj és Zemplénagárd. Kezdjük a Kárpát-medence egyik leggazdagabb honfoglaláskori férfi sírjával, ami 1958-ban került elő, egy őskori halom feltárása során mintegy véletlenül került elő ez a temetkezés. Egy rendkívül nagyméretű, több mint 3x2 méteres sírgödörben, ami fával volt kibérelve, egy 2 méter 10x70 centis koporsóban temették el az elhunytat. A mai napig párhuzam nélkül áll a sír abból a szempontból, hogy 5 darab olyan lemezes hajfonatkorong került elő az illető koponyája környékén, megközelítőleg ezen a részen, amik a női sírok leletei. 5 darabot női sírból nem is ismerünk. Talán látszik, ezen egy sas ábrázolás van, ezen pedig egy fa előtt álló 4 lábú állat. Itt az állat feje, a lábai, itt a teste, hátsó lábai, farka, és itt van a fa. 3 ága van a fának. A sír rendkívül gazdag leletanyagú volt, az elhunyt bőr felső ruháját több tucat, 1,5-2 cm átmérőjű, sűrűn felszegecselt, itt láthatók a sírajzon, ilyen kisebb kerek veret díszítette, övén ugyancsak több tucat fémveret helyezkedett el, míg az övnek a végét szívég zárta. Már a lószerszámokat, jelesül a kantárt díszítették ezek a 3 csepp alakú mintából álló veretekkel díszített sorozatok, itt volt megfigyelhető a kantár, ugyanakkor valószínűleg a szügyelőre rekonstruálhatjuk ezeket a nagyobb ovális, és talán ezeket a fordított pajzsalakú vereteket is, melynek kidomborodó középrésze és hátlapja között egy kisebb fémgolyó található, így tulajdonképpen csörgő hangot adott mozgás hatására. A csírba elhelyezték az elhunyt szabjáját, érdekes módon fordított helyzetben, markolata itt van, hegye az elhunyt feje irányába nézett, aranylemezborítást kapott markolata, illetve függesztői, valamint vége is. Érdekes, a sírból előkerült vaspántos favödör, és a mai napig szintén párhuzam nélkül áll ez az aranyozott ezüst vascsésze. Sejem, rém és textil maradványok voltak a sírban, ezek bizonyára az elhunyt ruházatának maradványai voltak, míg köles szemeket figyeltek meg annak északi végében, ezek valamilyen hitvilági dologgal állhattak kapcsolatban. Bodrogvécsen 1897-ben talajművelés során bolygattak meg egy temetőt, sajnos Szendrei János már csak a sírok pusztulását konstatálhatta, néhány megfigyelést tudott csupán tenni, illetve a leletek egy részét összegyűjteni.
Majd 1898-ban Dongol Gyárfás Géza szerzett tudomást temetkezésekről, és még ugyanebben az évben Dulkos Gyula mentette meg az ekkor előkerült újabb sírok leleteit. 20-30 sír legalább előkerülhetett, a temető egykori sírszámát legfeljebb becsülni tudjuk, de biztos, hogy ennél lényegesen több volt. A temetőből különböző övvereteket, csatot, talán lószerszámvereteket, talán függesztő szívereteket ismerünk, illetve nagyon szép tarsolylemezt, ami érdekes módon egy szabjamarkolatú karddal együtt került elő. A szabjamarkolatú kard egyfajta hibrid fegyverfajta, ugyanis a szabjának a markolata az döntött volt, illetve pengéje enyhén ívelt, míg a két élő kard egyenes pengéjének vonalában helyezkedett el a markolat. Azért döntötték meg a markolatot a szabjához hasonlóan, hogy a szabjához szokott harcosok kezéhez megfelelővé tegyék. Ez azonban nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket. A temetőből előkerült egy dirhem is, ami 911-12-ben amit 911-12-ben vertek, ez megadja a sír terminus postquem időpontját, vagyis azt az időpontot, ami előtt a sír nem kerülhetett megásásra. Mivel azonban átfúrt, és ezeket több ezer kilométerre verték, ezeket az érmeket a Kárpát-medencétől, nyilván évekkel, talán évtizedekkel is később kerülhetett ebbe a temetkezésbe. Kisdobra Ligahomokon ugyancsak Dókus Gyula nevéhez köthető egy temető 8 sírjának feltárása. Nem tudjuk, hány sír pusztulhatott el a földmunkák során. A 8 sírból ugyancsak előkerültek különböző övveretek, kisebb kéttagú csüngős ruhadíszek, ezek már inkább a női ruhadíszei voltak, karperecek, nyakperec, fegyverek. A 8. sír érdekes módon egy koponya temetkezés volt. Ebben a sírban csak az elhunyt koponyáját találták meg, és egy nyakperecet. Valószínűleg tehát csak az elhunytnak a fejét temethették el. Itt is egy dirhem segít a temető keltezésében. 928-29-ben verték, így a 10. század középső harmada tűnik valószínűleg a temető keltezését illetően. B-ről egy lovas sír került elő 1950-ben, sajnos csupán az egyetlen megmaradt lelete a képen látható agyagedény. Zemplénagár Terebesi homok 1-es, 2-es temetőjénél ugyancsak Dókus Gyula végzett megfigyelést, majd Révész László végzett hitelesítő feltárást. Sajnos a temető nagy valószínűséggel már teljesen elpusztult. A szerencsétlen módon a leletanyaga sem található már meg. Gyöngyök, karperecek, a lószerszám egyes elemei. Különösen érdekes ez a bronzból öntött zablaoldalpálca, amiből talán ha 15 darabot ismerünk a teljes Kárpát-medencéből. Érdekes a két lelőhely abból a szempontból is, hogy egymáshoz nagyon közeli dombokon helyezkedtek el. A következő a Bodrogszerdahely, Nagykövesd, Karos, Karcsa, Sárospatak és Bodroghalom lelőhelyek alkotta régió. Bodrogszerdahely Bálványdombon 1926-tól kezdődően 1941-ig több alkalommal, néha sajnos kevéssé szakszerűen tártak fel egy honfoglaláskori temetőt. Legalább 17 sír volt a temetőben, de bizonytalan számú szórványleletek alapján bizonytalan számú azoknak a síroknak a száma, amik még vagy földben maradtak, vagy elpusztulhattak. A temető egyik legjelentősebb lelete a harmadik sírból előkerült veretekkel díszített tarsoly. Itt látható az elhunyt medencéje, combcsontja, a szabja, és látszik, hogy itt helyezkedik el ez a négyzetes veret, ami a szabja középső részét díszítette, itt pedig a bújtató veret fut, ez a bújtató veret. Ennek alapján ismerték fel, hogy léteztek ilyen tártípusok a honfoglaló magyarságnál. László Gyula végezte el magának a tarsolynak a rekonstruálását, nyitása, zárása pedig ezeken az ábrákon látható, vagyis a fedél felemelése, visszahajtása után a bújtatón átfűzték a szíjat, így lezárva azt.
További érdekes lelet a negyedik sírból előkerült gazdag innyakdísz garnitúra. A sírban megfigyelhető volt, hogy a veretek közül ezek a kerek veretek, amelynek sorozata itt látható, az elhunyt nyakcsigolyái alatt feküdtek előlapjukkal lefelé, míg ezek a levél alakú, illetve kisebb csüngős veretek az elhunyt kulcsontjai között, de a nyakcsigolyáin elől helyezkedtek el. Ennek alapján úgy rekonstruálhatjuk valószínűleg a viseletet, hogy a mellkasán díszítette ezek az egytagú és kéttagú csüngők sora az elhunyt ruháját, ugyanakkor hátul futott ezeknek a kerekvereteknek a sora. Mivel a veretek laposak, ezért valamilyen szinten nyilván álló helyzetben kellett, hogy álljanak, mert másképp nem érvényesültek volna. Tehát valószínűleg az elhunytnak valamilyen szinten álló gallérú ruhája kellett, hogy legyen. Ebben a temetőben is találunk különböző övvereteket. Egy gyermek számára egy szokatlanul kisméretű balta talán inkább valamilyen hitvilági jelentéssel bíró tárgy lehetett. És nagyon érdekes, hogy több, szinte minden temetkezésnél megfigyelhető volt kőpakolás, kőborítás. Ezek egy részénél egészen nagy sziklák, már-már sziklák borították a sírhalmot, egyben jelölhették is azt, míg más esetekben a sírföldben helyezkedett el ez a kőpakolásos réteg, ami úgy készült, hogy miután már valamennyire betemették a sírgödröt, azután helyezték el a köveket, illetve földet, majd újra a föld következett. Ez így nyilván nem jelölte a sírt, hiszen nem is volt látható. Talán azzal magyarázhatjuk, hogy vagy a halott sírban tartása, vagy a rablás elleni védekezés, vagy egy számunkra ma már ismeretlen funkcióval bírt. Nagyon fontosak a karoseperjesszögi temetők. Már 1899-ben répavermelés során rábukkantak az egyes temetőre, aztán 1936-ig ismeretlen számú sír esett a bolygatás áldozatául. Horváth Tibor tárt fel 36-ban 13 temetkezést. A második-harmadik temetőt 1986 és 1990 között Révész László tárta fel. Ezek nagyon fontos temetők, mivel teljesen sikerült azokat feltárni, 73, illetve 19 sírral, majd Révész László 2001-ben hitelesítő ásatást is folytatott az egyes temető területén, sajnos azonban már csak pusztulása volt megállapítható. Nagyon érdekes itt is, hogy a temető három egymás közelében lévő dombon, egy észak-déli irányú dombsor egymástól 150-200 méterre elhelyezkedő három tagján helyezkedik el. Rendkívül gazdag leletanyaga volt, több tarsolylemez, hajfonatkorong, fémveretes szabják, öv, lószerszámdíszek, különböző ékszerek kerültek elő. Egy dirhem 922-23-ban került kibocsátásra. A temető a pontos megfigyelések nyomán lehetőséget nyújtott különböző rekonstrukciókra is. Ilyen például a női lószerszámdíszek kérdése. Ez ugyan egy férfi lószerszám garnitúra rekonstruálását ábrázolja, de ebben a temetőben vált először megfigyelhetővé, hogy a nők nem csupán az addig ismert rozettás lószerszámokat, hanem övveret alakú lószerszámokat is használtak. Az ásatáson készült pontos rajzok, dokumentációk alapján, illetve értelmezett sírajzok alapján ebben a temetőben sikerült először megfigyelni azt is, hogy készenléti ítegezeket is használtak a honfoglaló magyarok. Az ásatási fotókon látszik, hogy a veretek, ezek a veretek helyezkednek el itt, a nagy korongot itt látjuk, a közepén. Ennek alapján sikerült aztán rekonstruálni magát a készenléti íteget is. Nagyon érdekes adatokat, adalékokkal szolgált a restaurálási folyamat is, mivel az aprólékos bontás során megfigyelhető volt, hogy egy fakérget bőrrel vontak be, és arra szegecselték tulajdonképpen ezeket a fémvereteket. Tehát volt a fakéreg, a bőr, és azon helyezkedtek el maguk a veretek. Mára a számítógépes technika
fejlődése nyomán sikerült grafikai ábrát is készíteni az 52-es síról, körülbelül abban a pillanatban, ahogy a behontolás előtti állapotban ezt látták a hátramaradók. Tehát hanyatfekve helyezték el az elhunytat, lábaihoz helyezték a ló fejét, illetve lábának végeit. A honfoglaló magyarok nem temették el az egész lovat szemben az avarokkal, csak a ló fejét és a lábak végeit, ezek maradhattak a ló lenyúzott bőrében is. Itt található a nyereg, lábai mellé helyezték a tegezét, íját a lábaira fektették, itt a készenléti íjtegez, itt helyezkedik el a szabja, ez is hegyével az elhunyt feje irányába, itt pedig a lószerszemveletek. Rekonstrukció készült a 3/11, a harmadik temető 11-es sírjáról is, ami hasonlóan gazdag volt, mint a 2/52-es. Ezek a rekonstrukciós munkálatok a mai napig folynak, bizonyára a jövőben is további érdekes adatokkal járulnak majd hozzá ismereteinkhez. Ez az újabb rekonstrukció a készenléti íjtegez felfüggesztését mutatja. Itt engedjék meg, hogy egy pillanatra megálljak és a hagyományőrzők szerepéről ejtsek egy pár mondatot. Nagyon örvendetes egymásra találása a régészetnek és a hagyományőrzés, mivel mindkét terület hozzáértői más-más területen rendelkeznek speciális ismeretekkel. Nagyon érdekes megfigyeléseket tettek a szabják helyzetével kapcsolatban. Ha erre az ábrára pillantanak, látják, hogy rendkívül változatos módon helyezték el a szabjákat a sírokban. Voltak olyanok, amelyek megközelítőleg a viseleti módnak megfelelően, tehát az elhunyt derek a lába mellé kerültek, ugyanakkor volt, ami magasabban, sőt helyezhették az elhunyt testére, de több alkalommal megfigyelték a már említett hegyével az elhunyt feje irányába néző megfordított állapotot. Erre két magyarázat is kínálkozik. Egyrésztről a hitvilágban kereshetjük a magyarázatát, valamiért azt gondolták, hogy így kell elhelyezni a szabját a sírban a halott számára. Ugyanakkor nem zárhatjuk ki azt sem, hogy a szabja nem csatokkal kapcsolódott az övhöz, vagyis nem volt levehető, hanem állandó szíjjal együtt, mint egy fixen kapcsolódott ahhoz. Tehát amikor felöltötte az övét, fegyvereit az illető még életében, akkor nem először felcsatolta az övet, majd arra rácsatolta a szabját, hanem egyben csatolta fel a szabját tartalmazó övet. Erről itt látható egy ábra. Ez pedig felveti azt a lehetőséget is, hogy talán szimpla gyakorlati oka volt ennek, hiszen ha megnézik itt a függesztőket, látjuk, hogy azok állandó hossza miatt nem lehetett volna elfordítani függőleges állásba a szabját, viszont ellenkező irányba elfordult. Ezért lehet, hogy az elhunytat, amikor felöltöztették és rácsatolták a övet, szabját, egyéb szereléseit, akkor egyszerűen csak így volt kivitelezhető az, hogy a sírba helyezzék. Mint Révész László rámutatott, ez a felső tiszavidéki, főleg a karosi közösségekre jellemző gyakorlat volt, hiszen a karosi temetőkből három példáját, Zemplén, Tiszabezdét ugyancsak egy-egy példáját adja, a magyar szállásterület többi részén viszont meglehetősen szórt ennek a gyakorlatnak az elterjedése. Sárospatakról két temetőt ismerünk, apró homokon sajnos szinte az egész temető elpusztult, mindössze néhány leletet tudott Szendrei János összegyűjteni. Ebből azonban nagyon érdekes ez a rajzon látható veret, ami egy fémveret, egy ezüstből készült vékony lemez hátlappal. Ez tulajdonképpen egy szíjszorító volt, mikor elkalapálták a szegecsek végeit, jóval nagyobb felületen támaszkodott akkor fel, így akadályozta meg azt, hogy a szegecsek kiszakadjanak a bőrből. Ugyanakkor itt nem bőr volt, hanem Szendrei már leírta az archeológiai értesítőben, hogy fa maradványokat figyelt meg a két fémtárt között. Ez némileg el is bizonytalanította annak kapcsán, hogy mi lehetett ennek a veretnek a funkciója. A Baksa homokon Kalic Nándor és Barta Antal mentette meg egy ismeretlen sírszámú temető legalább 10 sírját. Nagyon sajnálatos vesztesége a kutatásnak, mert rendkívül gazdag temetőről volt szó itt is. Rendkívül jó minőségű, utólagos munkával cizellált hajfonatkorong pár,
szabja, több sírból került elő szabja, hajkarikák, három sírban volt érem, 918-19-es kibocsátásúak. Érdekes módon az egyik érem középrészét kivágták, így került elő a sírból. Ezek is át voltak lyukasztva, tehát lószerszám vagy ruhadíszek egyaránt lehettek közöttük. Ez a rozettás garnitúra is szórványként került sajnos elő, ugyanakkor nagyon fontos, mivel azon ritka esetek közé tartozik, amikor a bőrmaradványok is megfigyelhetők voltak. Ez egy kettébe hajtott, vékony bőr volt. Természetesen ez az állapot nem mutatja az bőr egykori vastagságát, illetve metrikus adatait, hiszen egy száradás utáni állapotot mutat. Ugyanakkor nagyon érdekes különbségek bukkannak fel. A hasonló leletek alapján talán egy bőrszíra helyezhetnénk a nagyobb szívégeket, nagyobb vereteket. Ha rápillantunk, rendkívül érdekes a szegecsek hosszúsága. Ezen a kisebb vereteken is sokkal hosszabb szegecs van, tehát talán az ilyen kisebb, vékonyabb bőrre szegecselt darabok esetén érdemes felvetni annak a lehetőségét is, hogy ez talán a sír számára készült egyfajta jelképes lószerszám lehetett. Zárjuk a bodrogzukkal. A bodrogzukból Kenészdő és Zalkod képviseli a honfoglaláskori temetőket. Kenészdőről két temetőt ismerünk, egymástól 150-200 méterre elhelyezkedve. Zalkodon a település csücskében helyezkedik el a szegfarki dűlő temetője. Fémkeresős kutatások nyomán azonban talán további két helyen is feltételezhetünk temetőt. Ez a jövő kutatására vár ennek igazolása. Kenészdő fazekaszúba Jós András tárt fel 1913-ban egy honfoglaláskori temető részletet. 25 sírt ismerünk, majd kis Lajos kutatott 1915-ben, aztán pedig a terület tulajdonosa Szalai Géza tárt fel körülbelül 8 temetkezést. Sajnos a temető itt sem tekinthető teljesen feltártnak, viszont rendkívül gazdag leletanyaga volt ennek is. Függesztőveret, övveretek, szívég, líra alakú csat, lószerszámok. Talán a lószerszám szügyelőjé helyezkedett el ez a nagyobb levél alakú dísz. Egy szabja végét borította ez a rézlemez, annak koptatója volt. Egy női ruha dísze lehetett ez a rombusz alakú aranyozott bronzínyak dísz. Jós a korát megelőzően szinte minden sírt lerajzolt, jelezve azokon az egyes leletek elhelyezkedését, sőt tovább menve még egyes leleteket már a múzeumba bekerülve is megörökített, ami különösen becses forrás azokban az esetekben, amikor a tárgyban már sajnos nem áll rendelkezésre. A temetőből előkerült pénzek a 10. század középső harmadát jelölik ki, mint az adott sírok megásásának lehetséges legkorábbi időpontját. A második temetőben 1927 és 30 között, döntően 27-ben Fettik Nándor kutatott, segítségére volt Bartusz Lajos antropológus. Itt is 25 sírt tártak fel, ezzel talán ez a temető teljesen feltártnak tekinthető. Rendkívül gazdag leletanyaga volt ennek is, nagyon szép gyűrű, különböző gyöngyök, egy rozettás veret. Ezzel kapcsolatban némileg bizonytalanok vagyunk, hogy az egyes vagy a kettes temetőből került elő, minden esetre ennek alapján indult meg a kutatás. Érdemes megemlíteni ezt a karcolt mintájú tarsói lemezt, melynek díszítését Dienes István rekonstruálta, és talán az egyik legjelentősebb tárcsoport az övveretek voltak. Több sírból is került elő övveret, a rendelkezésünkre álló sírfotókon, amit a földbirtokos felesége készített. Többször is megfigyelhető azok sora. Itt a két piros nyír között láthatóan futnak ezek az övveletek. Itt tegyünk egy kis kitérőt egy közelmúltban előkerült leletre, ami Bugyi Felsőványon került elő. Szerencsés módon a pontos dokumentálás, bontás során megfigyelhetővé vált, hogy az öv szerkezete úgy nézett ki, hogy egy fakérget összehajtogatott selyemmel borítottak, majd erre helyezték el a fémvereteket. Fettik Nándor többször is megemlíti ásatási naplójában, hogy a medence falapon feküdt, vagy az egyes övveretek kapcsán megjegyzi, hogy famaradványokat talált.
Nem lehet ma már természetesen igazolni, de ha visszagondolunk például a Sárospatak apró homokiveretre, ez a bugyi felsőványi lelet. Talán érdemes mérlegelni itt is, hogy a kenézdőben is, a kenézdői temetőben is lehettek ilyen szerkezetű övek. Amennyiben valóban így van, akkor ezek nyilván nem a mindennapi élet során használt övek voltak, hiszen egy ilyen övre nem lehetett volna akár egy szabját felakasztani, vagy egy tegezt, vagy akármi más nehezebb tárgyat. És zalkod, szegfarki dűlő zárja a bodrogzugi lelőhelyek sorát. Sajnos csak annyit tudunk, hogy évtizedeken keresztül pusztult ez a temető. A Tisza áradásai mosták, a találók is sajnos több sírt megbolygattak. Annyi bizonyos, hogy legalább 4 lovas sír került elő, ebből rozettás, lószerszámok, övveretek vagy lószerszámveretek, négyzetes vagy S-alakú lyukvédőveretek, gyöngyök, talán ruha vagy csizmadíszek ismertek. Összefoglalóan, ezek a 10. századból ránk maradt temetők kisebb sírszámúak, maximum 70-80 sírosak lehettek, illetve magányos sírok is voltak köztük. A kenézdői 1-es temető és a kenézdői 2-es temető térképére pillantva látható, hogy a szerkezetük eltérő volt. Az 1-es temető több sorba rendeződő sírokat tartalmazott, míg a 2-es temető sírjai nagyjából egy sorba rendeződtek, valószínűleg ez teljesen is feltártnak tekinthető. Emiatt aztán különböző közösségek hozhatták létre ezeket a temetőket, hiszen nyilvánvalóan valamilyen előre megszabott rendszerint jelölték ki a sírok helyét, tehát bizonyára más volt a céljuk akkor, mikor csupán egyetlen sírsort ástak, és abba temetkeztek, mint amikor több sor volt. Eltérő arányok a lovas temetkezések. A második számú temetőben csaknem a duplája a lovas sírok száma az elsőjének. A fegyverzet és a fémüvdészek aránya is különböző volt. Eltérő volt az étel mellékletadás, agyagedényben behelyezett étel vagy ital, az egyes számú temetőben mindössze 2 sírba került be. Karoseterjes szög második és harmadik temetője hasonló képet mutat, a harmadik ugyancsak egy sorba rendeződött. Tehát valószínűleg ezek is különböző közösségek voltak, eltérő a lovas temetkezések aránya, a harmadik számú temetőben ez 70%-ot érte el. Eltérő a rozettás lószerszámok aránya, a második temetőben 4 rozettás sír mellett egy szórványveret is előkerült, míg a harmadik temetőben csak szórványveret képviseli ezt a tárgytípust. A pénzek pedig a harmadik temetőből teljesen hiányoztak. Teljesen feltárt temetők esetében, ahol hiteles az antropológiai vizsgálat alapján a nemek életkorok meghatározása, megfigyelhető, hogy magasabb a férfiak aránya ezekben a temetőkben, nők és gyermekeké alacsonyabb, különösen a gyermekek hiánya a korszak nagy csecsemő halandóságát tekintve szembeötlő. Emiatt aztán ezek valószínűleg mesterségesen szervezett közösségek voltak. A férfi sírok rendkívül erős fegyveres jelleget mutattak, míg a temető egészére jellemző a rendkívül gazdag reprezentáció, különböző nemesfémből készült tárgyak, ékszerek, ruhadíszek. Bizonyos lelettípusok pedig koncentráltan fordulnak elő a bodrog közben. Ez a térkép a magyar szárazterület északkeleti részét mutatja. Megközelítőleg az Ipoly-Dunakanyar vidékétől, tehát a mai Szobi és Váci járás területétől, Nógrád, Heves és Borsodabaú Zentén megyék területén át a Tisza-Latorca vonaláig. Ha rápillantunk a térképre, látható, hogy mennyire koncentrált a lovas, vagy legalább lószerszámos temetkezések aránya itt a bodrog közben. És vannak olyan lovas temetkezés típusok, mint említettem, csak a fejét és a lábának a végeit helyezték el a sírba, amiket eddig az északkeleti szállásterületről csak a bodrog közből ismerünk. Ilyen az, amikor az elhunyt lábai mellé helyezték a ló fejét, míg a 4 lábának végei, mint egy körülölelték az elhunyt lábait. A 10. századi közösségek esetében közismerten számolhatunk olyan tárgytípusokkal, amik nem helyben készültek.
Ezek között különböző darabokat találunk, idekerülésükben kereskedelem, zsákmány, fegyveres akciók, a béke megváltása fejében fizetett adó egyaránt megemlíthető, egy milánói verőhelyű érme a kenézlői temetőből, egy nyugati típusú sarkantyú szívbújtatója, amit már másodlagosan övbújtatóként használtak fel. Egy nyugati típusú Niello berakásos csat, ez a Niello technika, ez teljesen is nagyon-nagyon ritka, idegen a honfoglaló magyarságtól. Meríthetünk a lószerszámok vonatkozásában is, különböző egyenes talpú, illetve szálaink, különböző plasztikus mintákkal díszített kengyelek. Ezek a nagy, nehéz kengyelek ugyancsak idegenek voltak a könnyű lovas magyar lovaglás kultúrától. Nyilvánvalóan nem a kengyel, hanem a lóval együtt érkezett a kengyel, amit nyugaton zsákmányoltak. Ilyenek a muszlim dirhemek. Az egész Kárpát-medencében koncentráltan jelentkeznek a dirhemek a bodrok közben. Ennek a jelenségnek a megbízható magyarázatával még adósa a kutatás. A térkép most csak az északi település területet mutatja, de látható, hogy milyen piros a bodrok köz ebből a szempontból. Ezeket a dirhemeket ugyancsak ruha vagy lószerszám díszként használták. Ha az alsó térképre pillantanak, akkor a fekete pöttyök jelzik, hogy hol verték ezeket az érméket. Ezeket az érméket itt verték. Látható, hogy óriási a távolság a Kárpát-medencétől, több ezer kilométer. Feltételezhetően kereskedelmi csatornákon, talán a Kijeven át Prágába tartó útvonalon érkezhettek ide kereskedők révén ezek a leletek. Vannak közel-keleti, közép-ázsiai sejem leleteink is, amik ugyancsak a kereskedelem szerepét húzzák alá. Ilyenek lehetnek a Millefiori technikával készült üveggyöngyök. Ezek nagyon jó minőségű darabok, melyeket ugyancsak a kutatás egy része közel-keleti műhelyekből származtak. Érdekes felvetés, hogy számolhatunk-e esetleg azok helyi másolásával, utánzásával, hiszen vannak azért láthatóan elnagyoltabb, rontottabb darabok, és a viking leletekben, leletanyagból ismerünk példát arra, hogy csak magát a Millefiori rudat, vagyis ezt amiből a szemet levágták és forró állapotban ráélesztették a gyöngyre, csak azokat szerezték be kereskedelmi kapcsolatok révén, magát a gyöngyöt helyben készítették, tehát itt találkozott a Millefiori technika a gyöngyön. Mit mond nekünk az archeogenetika és az antropológia? Az archeogenetika a Karosi 2/52-es év esetében már megállapította, hogy európid jellegű gyenge mongolid jegyekkel készültek arcrekonstrukciók is. Az archeogenetikai vizsgálat pedig még azt is meg tudta mondani, hogy barna hajú és barna szemű volt az illető. Az archeogenetika képes rokoni kapcsolatok meghatározására. Ugyanakkor ezeknek a rokoni kapcsolatok meghatározására teljesen feltárt temetők esetében érdemes kísérletet tenni, hiszen annak a legnagyobb a forrás értéke. Ha rápillantunk a Karosi 2-es és 3-as temető mutató ábrára, akkor láthatjuk, hogy testvérek mindössze két esetben kerültek elő. Nagyon érdekes, hogy épp a két leggazdagabb sír, amiből a két készenléti ítegezés előkerült. Megfigyelhetők továbbá apai vagy anyai ágú rokonsági kapcsolatok, az azonos színek jelzik ezeket, azonban számuk még mindig meglehetősen alacsony. A rokoni kapcsolatok alacsony száma a közösség megszervezésére, a temető rövidebb használati idejére, illetve a közösség mobilitására, vagy ezek valamelyikének együttesére egyaránt utalhat. Ha visszagondolunk a Zemplén szélmalomdombi szívégre, annak egy nagyon jó párhuzama a Csongrád megyei Kömpöcön került elő. Talán ugyanott jutott hozzá a két illető, de aztán az élet máshová sodorta őket. Nem csupán a bodrok közben állapítottak meg rokonsági kapcsolatokat az archeogenetikai vizsgálatok. A említett 2/52-es és 3/11-es sír apai ágon rokonságban volt egy magyar homorogi
magyar homorokban eltemetett férfival. Ez a magyar homorogi férfi a temető leggazdagabb sírjában nyugodott, ugyanakkor eltérő volt a reprezentációja, talán társadalmi helyzete is, hiszen a mellékletei nem érték el a karosiak színvonalát. De láthatunk továbbiakat is. A kenéznőiekhez egy orosházi sír kapcsolódik, a karosiak perjesztőihez pedig egy szabad kígyós is. Sír. Az antropológiai vizsgálatok megállapították, hogy a karosi koponyák mintegy 30%-án található traumás eredetű sérülés. Ugyanakkor a vászcsontokon nem volt megfigyelhető ilyen érdekes módon. Ha ezeket harci tevékenységgel hozzuk összefüggésbe, akkor felmerül a kérdés, hogy ez külső vagy belső ellenséggel folytatott erőszakos cselekmények alkalmával történt ez a sebesülés. Elsőként természetesen a nyugati fegyveres akciók jutnának az eszünkbe, hiszen ott bőven volt alkalom hadakozásra, illetve megsebesülésre. Kérdés ugyanakkor, hogy mi lett a külhomban elesettek testének a sorsa. Számolhatunk-e azzal reálisan, hogyha az illető már nem volt lovaglóképes állapotban, esetleg életét is vesztette, akkor hazahozták-e, volt-e lehetőségük az adott hadihelyzet, lehetővé tette azt, hogy hazahozzák az elhunyt testét. Nyilván, ha a lehetőség meg volt, értek ezzel. Ugyanakkor van egy forrásadatunk, ami arra mutat, hogy legalább az elhunytak fejének hazahozatalára törekedtek. Érdemes itt visszagondolni a kisdokrai sír kapcsán eltemetett koponyára, ami érdekes módon viszont egy női temetkezés volt. Mint arra Kovács László rámutatott, tehát valószínűleg ezek a sérülések egy olyan hadszintéren történhettek, ami kellően közel volt ahhoz, hogy az elhunytak, amennyiben meghaltak természetesen ezektől a sérülésektől, azok testét hazaszállítsák. Ugyanakkor ez felhívja a figyelmet arra is, hogy a hátramaradóknak lehetőségük volt hazaszállítani elhunyt bajtársai testét, tehát valószínűleg nem szenvedhettek katasztrofális vereséget, vagy az erőviszonyok még legalább valamennyire kiegyenlítettek lehettek. Nézzük ezután gyorsan a 10-11. Századi temetőket. 10-11. Században azokat csoroltam, amik a 10. század vége, 11. század eleje, míg a 11. század már masszívan ezt az évszázadot jelzi. Ennek az évszázadnak talán nem is az elején, csak valamelyik évtizedétől nyitott temetőket soroljuk ide. Rögtön szemet szúr, hogy a Bodrogzúból hiányoznak a temetők, legalábbis napjainkig, míg a 10. században azért a kenézlői zalkodi példák alapján láthattunk itt temetőket. Úgy tűnik tehát, hogy egyfajta északi irányú eltolódás volt a település területben. Bodroghalom eresztvény homokon sajnos a temető középső részét kimarkolták, de még így is sikerült 27 sírt megmenteni az egykor talán 40 síros temetőből. Nagyon változatos temetkezési szokásaik voltak a közösségnek, ugye általában jellemző volt erre a korszakra, hogy nyugat-keleti irányba tájolták a sírokat, itt viszont az észak-déli, dél-északi, nyugat-keleti, kelet-nyugati egyaránt megtalálható. Az egyik elhunyt könyök részére helyezték ezt a vadkanagyart, több sírból kerültek elő anyagedények, és hitviláguk egy érdekes lenyomata a 14. sírból előkerült eltemetett kutya. Ágcsernyő nagyréti domba Bodrog köz észak-keleti végén. 15 sír legalább előkerült a temetőből, sajnos ennél többet nem tudunk a sírszámról mondani, feltételezhető, hogy magasabb volt egykor. Több sírban is voltak lószerszámok, illetve lócsontok. Itt is felbukkannak a valószínűleg nyugatról származó kengyelek, egy ugyancsak nyugati eredetű kétélű karddal agyagedénnyel. Így ez a temető, a kétélű kardok 10. század középső részén második felében történő elterjedését tekintve már inkább erre az időszakra tehető. A Bodrog folyása mentén található Sára Zsadány akasztószer, illetve Sára Zsadány Felvég utca. Sajnos a Felvég utcára csupán egyetlen kardperecet ismerünk, az akasztószerről viszont egy temető töredékét sikerült fel. Leletanyagát egyszerű húzalékszerek, csavargyűrű, fluorid gyöngyök tartalmazzák, Salamon és László érmei vannak a temetőben, amik a 11. század második felére, végére keltezik azt. Érdemes megnézni itt is a tájolásokat. Egy kisebb csoport
Látható volt szinte, merőlegesen temetkezett a sírok döntő többségét kitevőkre. Azért is érdekes, mert ebből a kisebb csoportból mindössze egy sír tartalmazott mellékletet, míg a nyugat-keleti tájolások szinte mindegyike. Karcsa Kormoskár Révész László tárt fel 107 sírral teljesen egy 11. századi temetőt. A leletanyag itt is hasonló vonásokat mutat, ugyanakkor az antropológiai vizsgálatnak hála tudjuk azt, hogy a férfiak halálozási görbéje az első csúcspontját a 25. életév környékén érte el, ez valószínűsíthető összefüggésben áll katonai szolgálatukkal. Rad cserét homokról és veres homokról két lelőhelyet ismerünk, ha az elhelyezkedést megnézzük, látjuk, hogy egy folyó kanyart övező négy domb, két szélső részén találjuk ezeket, csak úgy, mint az emblénagárdi, vagy karosi, vagy akár kenézlői sírokat. Itt is csupán egyszerű húzalékszerek voltak, több sírba került edény, sajnos a temető középső része elpusztult. Szomotor hegyi legelőn ugyancsak egy 11. századi temető, a már megszokott egyszerű ékszerkészlettel, ugyanakkor itt is rendkívül változatos módon irányították a sírokat. 10-11 fokos egységekbe soroltam be őket. Látható, hogy vannak csoportok, amiknek a tájolása nagyon hasonló volt. Ez nyilván valamilyen szinten, valamiért összeköti, valamilyen szokásukban az adott csoportokat. Természetesen lehet az is, hogy csak a megásott sírokat figyelembe véve tájolták aztán a továbbiakat, de akkor is feltűnő, hogy miért voltak ilyen jelentős eltérések, és az is, hogy miért a korszakra jellemző nyugat-kelet irányú tájolások aránya a legalacsonyabb. Itt is meg kell említeni a sírt földben lévő kőpakolásokat, különböző típusait ismerjük ezeknek. Mi az, ami hiányzik? A kifejezést Istvánovics Esztertől kölcsönöztem, aki a rétközi leleteket adta közre. Egyes tártípusok elterjedése körvonalazhat kommunikációs csatornákat, kereskedelmi útvonalakat, akár egyes személyek mozgását is. Ha ránézünk a úgynevezett szőlőfürtös bronzból öntött ékszerek, melyek elterjedése a 10. század második felére tehető, hiányoznak a bodrok közből. Megközelítőleg a Sajó-Ipoly közé koncentrálódnak. A három bordával díszített 10. század utolsó évtizedeiben elterjedő gyűrűknek néhány példányát ismerjük csak. Az elterjedési terület a magyar szállás terület észak-keleti részén, ugyancsak annak nyugati részén. A fejük kialakítása alapján lépcsős fejűnek nevezett gyűrű típus elterjedési területe még szűkebb, csupán erre a régióra korlátozó. A kiszélesedő pajzsalakon kiszélesedő fején csillag vagy madár ábrázolással díszített gyűrűk ugyancsak a sajóig találhatók meg. Ezek is későbbi lelettípusok 10. század közepében második felében jelentek meg, terjedtek el. Mit tudunk tehát összefoglalóan mondani a 10-11. századi, tehát 10. század végi 11. századi bodrok közről? Megfigyelhető a már említett településterület északi irányú eltolódása. A 10. század végén talán egy demográfiai visszaesés is bekövetkezett, ennek a számlájára írható az, hogy a lelőhelyek száma alacsonyabb, mivel a nagyobb sírszámú már több tucat vagy akár a százat is meghaladó sírszámú temetők már a 11. századra keltezhetők, ezek falusias közösségeket jeleznek. Bizonyos tártípusok hiánya, amiket az előbb mutattam, ezek nagy része kereskedelmi áru volt, egy részük a déli, balkáni, bizánci irányú kereskedelmre mutott, aminek az útvonala a Tisza mentén futott, mégis hiányoznak a bodrok közből, annak ellenére, hogy a kereskedelmi utak ott futottak a közelben. Tehát vagy nem volt fizetőképes kereslet, esetleg nem helyezhették azokat sírba, vagy valami számukra ma már ismeretlen oka lehet ennek. Ugyanakkor hitvilágukban, tájolásukban, a már többször említett észak-déli, dél-északi tájolás, a kőpakolásos temetkezések, melyeknek nem ismertek 10. századi példái, leszámítva a bodrogszerdahelyi kőpakolásos sírokat. Tehát ezek a szokások, ezekkel a szokásokkal bíró közösségek újonnan jelennek meg a 11. században, ebből következően pedig valószínűleg betelepedés vagy betelepítés állhat
megjelenésük okai mögött. Amennyire tehát kiemelkedő volt a bodrog köz a 10. században, az egész Kárpát-medencén belül, annyira esett vissza a 10. század végén, 11. század elején az itt található közösségek. Talán kimondható az, hogy jelentősége. Majd talán csak a 11. század közepétől, második felétől mutat újra emelkedést a népesség szám. Ekkor már lassan besimulnak az itt élő közösségek is az egységes korárpátkori népesség közé. Ezzel megköszönöm megtisztelő figyelmüket.